Kávébarna papírokon ceruza és toll tárja elénk második Rákóczi Ferenc életének legfőbb mozzanatait. Seyfried Zoltán munkásságának egyik irányvonala, hogy történelmi mozaikok megrajzolásával igyekszik éltetni a magyar történelem kiemelkedő alakjait. Mint tudjuk, második Rákóczi Ferenc egy emblematikus szereplője a magyar történelemnek, és úgy gondoltam, hogy gazdag, nagyon szerteágazó életútját méltóképpen úgy lehetne tolmácsolni a mai világ, mai magyarság számára, hogyha egy ilyen komplex összetett formában születésétől a utóéletig megjelenítem, amely elég tömörített, így is 52 grafikában tudtam ezt létrehozni, ami elmagyarázattal szolgál, ugyanis a történések ilyen kronológiai sorrendben következnek egymás után, aminek az értelmezése az útmutató szerint látható. A gyűjtőmunka az évekig tartott, mert viszonylag gyorsan dolgozom, de én úgy nem szoktam leülni a rajzlap elé, hogy ne tudjam, mit szeretnék. Második Rákóczi Ferenc neve szorosan összefügg az általa 1703-ban indított Rákóczi szabadságharccal, melyben a teljes állami függetlenséget kívánta visszaszerezni a Habsburg birodalomtól. A tárlat első képei bemutatják felmenőit, aztán a Regéczi várat, ahol nevelkedett. A téma sem túl vidám, tehát kell egy ilyen alaphangulat is hozzá, amellett, hogy nem feltétlenül a morózus beállítottság volt a cél, de mint tudjuk, a fejedelemnek az életesen volt egy külső szemlélőként egy diadalút, végül is sikeres volt a küldetése, de nagyon sokat szenvedett azért, hogy elérje azt a státuszt, amiben őt a mai közeg elismeri és megismeri. A technika pedig önmagában egyszerű, mert ceruza, toll és fehér betét. Tehát nem bonyolítom túl. Általában az egyszerű eszközök a hatékonyak mindig. A kiállítás megtekinthető július 31-ig Nyíregyházán a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár kamaratermében.